egészségbiztosítás. Nos, ez egy szóvic volt az elmúlt 17 évben, mert mi a biztosítás? Mindenki tudja, akinek autója van. Befizet a biztosítónak egy szolíd összeget, aztán ha beüt a baj, a biztosító ad neki egy nagy kalap pénzt. De ha nincs biztosítása, akkor hiába megy a biztosítóhoz, amikor összetörte az autóját. Ki maga? Kérdezik a biztosítónál, és nem fizetnek semmit. Akkor az autó össze van törve, és nem lesz helyette másik, mert ingyen autó nincs. Nem csak az autó kerül pénzbe, hanem az egészségügyi ellátás is. Az orvost, a gyógyszert, a kórház fűtését ki kell fizetni. Nagyon sok pénzbe kerül ám egy műtét, hiszen egy szállodában elkérnek legalább 5000 forintot csak azért, hogy ott aludhassunk. Pedig ott nem műtenek, csak fűtenek. Eddig mégis úgy ment a dolog, hogy a rendelőben elkérték a kártyát, felírták a számát, végigjátszották az egész jelenetet, csak arra nem használták, amire való. Nem ellenőrizték, fizetette valaki biztosítást azért a kártyáért. Így aztán, akinek valahonnan volt kártyája, már mehetett is a biztosítóhoz pénzért. És ha nem fizetett járulékot évek óta, pont olyan ellátást kapott, mintha fizetett volna. Nem meglepő, hogy az emberek egy idő után rájöttek, hogy a járulékfizetést meg lehet úszni, de ha mindenki megússza, akkor mind megfulladunk. Vannak, akik nem tudnak biztosítást fizetni, vagy nincs senki, aki fizetne értük. Nyugdíjasok, gyerekek, hajléktalanok, munkanélküliek. Nem rajtuk múlik. Az ő ellátásukat Magyarország, a magyarok közössége kifizeti együttérzésből. De akinek van jövedelme, annak, ha tetszik, ha nem, az egészség pénzbe kerül. Az élet mindig drága.